Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásunként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik május 31-én. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Purva Patra holdházban van. Ez a holdház Pegazus csillagképpel áll összefüggésben. Pegazus az egy ló, és ennek a lónak szárnyai vannak, ismert a mitológiából, és szimbolizálja a felszabadulás érzetét, különösen, ha félelmekről van szó. Az energia ezen a napon, hogy tegyük át magunkat a félelmeken, különösen, ha döntésekről, változásokról van szó. Például, ha nem érzed jól magadat a munkahelyen, előfordulhat, hogy félsz változtatni, mert félsz attól, hogy elveszíted a biztos munkahelyedet. Vagy az is lehet, hogy a párod még benne van egy párkapcsolatban, veled szeretne együtt lenni, de fél a döntésektől, fél attól, hogy pénzt veszít, vagy viták lesznek, félreértések. Ezen a napon fontos a szabadság érzete, hogy áttegyük magunkat a félelmeket. Május 31-én a hold egy jó kapcsolatban van Mars bolygóval. Ez jelenti az élet erőnket, és kihat az érzelmekre. Az is lehet, hogy cselekszünk, és úgy tesszük a dolgokat, ahogy ezt az érzelmeink diktálják. Intuitív módon. Mars bolygó, az jelentheti a férfiakat is, és mivel jó a kapcsolat, az lehet egy anyai téma, hiszen a hold szimbolizálja gyakran az anyukát, egy jó kapcsolat anya és fia között. A hold jelenti az érzelmeket, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ezen a napon a férfiak nagy része kimutatja az érzelmeit. Ezen a napon Merkur bolygó áttér a bika jegyébe, az indiai asztrológia, az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás. Új témák jönnek. Ez lehet a biztonság érzete, ez lehet az életöröm, ezek lehetnek anyagi dolgok is. Amit a bika jegyen még szimbolizálhat, hogy bizonyos dolgokat meg akarunk tartani, mert úgy érezzük, ez biztos, ebben megbízhatunk, itt kiismerjük magunkat. Akkor előfordulhat az, hogy kicsit bizonytalanok vagyunk a döntéseknél, és hagyjuk úgy alakulni a dolgokat, ahogy eddig volt, ahol kiismerjük magunkat. Amit Merkur bolygó itt a bika jegyében még jelentett, kellemes beszélgetések, vagy előnyös szerződések, különösen ami az anyagiakat illeti. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatait felül láthatjuk, a madarak, meg a négy levelű lóhere.
A madarak jelentik a csebegést, a vidámságot, a könnyűséget. Itt gyakran beszélgetésekről van szó, és ez szerencsét hoz, hiszen ott van a négy levelű lóhere. Tehát vannak nála jó gondolatok, ötletek, és beszélni akar veled. Úgy gondolja, ez előre viszi a dolgokat, hiszen látható a szerencse. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Az utak jelentik a döntéseket. Ő érzi azt, hogy most döntések előtt áll. Az utak ott bal oldalon jelenthetik azt is, hogy útban van hozzád. És a gyűrű jelenti a kapcsolatot, vagy azt, hogy visszatér hozzád. A gyűrű jelenthet bizonyos szerződéseket is. Adásvételi szerződést, vagy bérleti szerződést, vagy munkahelyi szerződést. Ebben az esetben a kártyák azt jelentik, hogy ez a szerződés már útban van hozzá. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, és ő látni akar téged. Alul a park jelenti a nyilvánosságot, megjelentek a nyilvánosságon, összefuttok a nyilvánosságon, vagy meghív téged, és találkoztok a nyilvánosságon. A park jelenti az elismeréseket is, hogy ő mond számodra valamit, és ezzel közli az, hogy fontos vagy számára, megkapod az elismerést. Hogy aktuálisan mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán. Ezúttal az L betűről van szó. Hogy mit jelent számodra az L betű, azt leírhatod a kommentárba. Ami nekem eszembe jut, Lívia, László, Ludwigsburg, Lila Füred, és mint fogalom, lilium virág, ami azt jelenti, hogy most itt tisztázódnak bizonyos dolgok. A régi írásmód az középen van. Ez az úgynevezett rovásírás. Hasonló, mint a német nyelvű területen a rúnák. Hasonló rúna kártyát most nem találtam, de megnézzük azt, hogy mit jelent ez a szimbólum. Ez olyan, mint egy sátor, de a sátor előtt ott van a kerítés. Tehát nem mindenki jöhet be a sátorba, vagy lezárod ezt a kaput, de ha gondolod, akkor kinyithatod ezt a kaput, attól függően, hogy ki közeledik hozzád, és itt az otthonodról, vagy az otthonotokról van szó. A napi kártya az alul jobb oldalon látható. Ez a hölgy mutatja a jó ízlését, a szép környezetet, de azt is, hogy mint anyuka gondoskodik a gyermekéről. Itt lehet tényleg gyermekekről szó, vagy egy kisbaba születéséről, vagy anyai érzelmekről, de szimbolikusan ez a kártya jelentheti azt is, hogy itt valami kiépül. Ez olyan, mint egy újjászületés. Lesznek változások. És én úgy gondolom, hogy pontosan ez a terve, hiszen a négy levelű lóhere jelenti, hogy nála vannak jó ötletek, jó gondolatok. Ezt kimondja, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt. Mindez útban van hozzád, meg lesz újra kapcsolat kettőtök között. Sőt, megkapod az elismerést. Lesz közeledés. Azon kívül megjelentek a nyilvánosságon, tehát itt van egy új kezdet, egy újjászületés.
És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az L betű, hogy látod a rovásírást, hogy látod ezt a szimbólumot. Azt is leírhatod, hogy mi vagy ki közeledik hozzád, hol vannak változások, hol van ez az újjászületés. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!